Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... A miniszterelnök Orbán Viktor belbiztonsági főtanácsadója dr. Bakondi György. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Köszönöm, hogy időt fordítottánk. Szívesen. Sok-sok kérésem van. Először is, ha lehet, magyarázza meg nekünk, hogy miért is kell a vészhelyzetet meghosszabbítani, és ez mit jelent Magyarország határain? A veszélyhelyzet, ez a határbiztonsággal, a határőrizet eredményességével összefüggő jogintézmény, amelynek a fő rendeltetése az kettős. Egyrészt ez ad lehetőséget a Magyar Honvédségnek a határőrizeti igénybevételére és a nagy számba érkező migránsok hatékony elfogására. Másrésztről pedig ennek keretében van arra lehetőség, hogy az elfogottakat szabálysértési figyelmeztetés után visszaküldjük a kerítés túlsó oldalára. Ezek olyan határozati hatékonyságot, olyan belbiztonsági hatékonyságot adnak a határozati tevékenységünknek, amelyik jelen nyomás mellett a jelen határozati helyzetben nem nélkülözhető. Csak példát mondok, 29,500 határsértőt fogtunk el a tegnapi napig a magyar határon, 270 embercsempészt, tehát vagy egy hétvégén 300 határsértőt fogtunk el most hétvégén, tehát egy igen jelentős nyomás. Ezek az embercsempészek, illetve maguk a migránsok nem félnek a Covid-tól? Hát járványhelyzet van, nem csak nálunk, hanem ahonnét jönnek és útközben. Ezt nem tudom, hogy ők félnek-e, az azonban ténykérdés, hogy az ideérkezőknek az érkezési dinamikáját befolyásolja, hogy a balkáni útvonal országai mondjuk éppen a COVID-helyzet miatt milyen szigorító intézkedéseket vezetnek be a határőrizetbe, bevetik a hadsereget, sűrítik a járőrözést, növelik a rendőri bűnügyi felderítő szolgált aktivitását, vagyis a minél szigorúbb intézkedések vannak a COVID miatt a határellenőrzésnél, annál inkább beszűkül az embercsempészek lehetőség, hogy merre menjenek, hiszen a megszokott útvonalak nem feltétlenül járhatók. Ha lazítás történik, akkor nyilván az embercsempész aktivitás növekszik, és a határsértők számaránya is nő. A legtöbb országban az érkező migránsokat, gondoljunk Görögországra elsősorban, hiszen ott érkeznek, a szűrését azt igyekeznek megoldani, tehát ilyen karanténba tartják az érkezőket, főleg a szigeteken. De az a helyzet, hogy a migránsok, és főleg az embercsempészek mindent megtesznek, hogy az általuk szállított migránsok ne kerüljenek kapcsolatba a hatósági személyekkel, igyekeznek azt elkerülni, hiszen az ő bukásuk a továbbhaladás ellehetetlenülését jelenti. Ezért az, hogy mondjuk ők már megkapták a pénzüket. Hány fertőzött találnak mondjuk Görögországba, az nyilván nem egy teljes kép, hiszen csak azokról beszélhetünk, akik a hatóság látókörébe kerültek. Vagyis az Európát érintő intenzív mozgás, legyen szó a Kanári-szigetekről, legyen szó az olasz partokról, vagy éppen itt a Görögországból nyugatra vezető balkáni útvonalon, ez nem csak a szokásos közbiztonsági fenyegetést jelent, hanem komoly közegészségügyi fenyegetést is. Van egy hadsereg, amit nem hívhatunk hadseregnek, illetve nem is tudom én, és nézőink külön levelekkel bombáztak, hogy magyarázzam el, és aztán arra gondoltam, hogy jobb lenne, ha egy szakembert kérdeznék meg, mi is tulajdonképpen a Frontex, és mi a szerepe Magyarországgal, illetve az EU-val. A Frontex az Európai Határ és Parti Őrség, vagy határrendőrségi feladatot ellátó szervezet, amelyek a belügyi főigazgatóság alárendeltségében, Európai Unió belügyi főigazgatóság alárendeltségében tartozik. Ennek a létszámát a mindenkori Európai Uniós döntéshozó szerv alapítja meg. Van egy bizonyos állandó apparátusa, akik hát nyilván a munkát szervezik, irányítják, illetőleg az ott folyó tevékenységben résztvevőknek a kiképzését, kommunikációját, logisztikai ellátását szervezik, és akkor a különféle tagállamok vezényelnek ezen kívül rendőri erőket a Frontex állományába. Nagy viták zajlottak arról, mert voltak olyan elképzelések, hogy egy-egy válságos időszakban ők a határon
akkor is átvehetik a határüzet irányítását, ha az adott tagállam esetleg nem egyezne be vele. Hát az nyilvánvaló, hogy a szuverenitásnak egy rendkívül súlyos érelme lenne. Ez végül nem valósult meg, úgyhogy pillanatnyilag a Frontex erői segítséget nyújtanak a határőrizet szervezésében és végrehajtásában az adott tagállam, vagy nem tagállam, hát ahova a Frontex erőit vezénylik, de maga az irányítás és a döntéshozattal az a tagállam kezében marad. Így állunk most. Technikai eszközökkel is rendelkeznek, és teljes egyenruházattal, fegyverrel, felszereléssel a jogszabály és a nemzetközi megállapodás alapján teljesítenek szolgáltat az adott állam határán, segítve, közreműködve a határozati feladatok eredményes ellátásában. Magyarok is, mi is vezényelünk a Frontex állományában rendőrtiszteket. És a Frontex is segít nekünk a határvédelembe, vagy köszönjük mi egyetlen a Frontex ismerünk? Hosszú időn keresztül itt tartózkodott, különféle határszakaszokon, elsősorban inkább ilyen megfigyelő feladatokat végeztek, aztán egyszer csak egy pár hónappal ezelőtt úgy döntött a Frontex vezetője, hogy kivonják a Frontex erőit a magyar határól. Hogy eznek egészen pontosan milyen szakmai vagy politikai oka volt, ezt nem vizsgáltuk. Mi viszont ezt nem viszonyoztuk azzal, hogy mi meg visszavontuk volna a rendőri erőinket a Frontextől. Ők kinek segítenek nekünk megvédeni a határokat, vagy a különböző embercsempészeknek könnyebbé tenni az életét, hogy a migránsokat védik? Nem. Tehát a Frontex az egy rendőri szerv, ők soha föl nem merült, hogy ők együttműködnének embercsempészekkel, de hát ugye, mivel az irányítási döntési jogkör mindig a tagállamnál van, nem is igen volna módjuk erre, hiszen önállóan nem teljesítenek szolgálatot a határon. Nem, ők egy együttműködő, segítségnyújtó, tanácsadó, kontrolláló szerepet látnak el általában a határozatban, változó létszám, attól függ, hogy milyen a határozati operatív helyzet. Elképzelhető, hogy Európában van olyan ország, aki a határait nem tudja megvédeni? Nem háborús helyzet van, ezen kívül van egy NATO. Ugye, tehát a megvédés, most itt elsősorban rendészeti jellegű megvédés, erre szerintem valamennyi európai, és nem csak Európai Uniós, hanem valamennyi európai ország többségében, mondjuk nem valamennyi, de nagy többségében képes, de két dolog kell ehhez. Az első a jogi felhatalmazás, a jogszabályoknak az úgy alakítása, ami a önök kérdések az elején volt, hogy tehát a jogszabály miért ezt írja elő, hogy hatékony legyen a határozat. Nyilván ahol nem lehet visszaküldeni, ahol különféle homályos megközelítések miatt a hatóság nem tudja eljárni kellő hatékonysággal, ott az történik, ami korábbi években Görögországban is történt, hogy érkezett, aztán tovább indulhatott tulajdonképpen. Most a görög rendszerben, határozati menekültügyi rendszerben jelentős változások történtek. Most éppen Németországban az a fő téma, hogy mostanában úgy van, hogy a görög hatóság elfogja az érkezőt, utána az benyújtja a menedék iránti kérelmét, viszonylag gyorsan, a korábbiaktól eltérő nagyobb gyorsasággal megkapja a menekült státuszt, majd pedig, mivel a menekült státusz az azt jelenti, hogy Európába szabadon utazhat, haladéktól tovább utazik Németországba, és most Németország azt mondja, hogy hát igen, az utazásra jogosulíthat ez a kártya, de letelepedésre nem, és most megkezdik visszatoloncolni Görögországba azokat a menedük kérelmet benyújtottakat és kapottakat, akik Görögországba kellene, hogy legyenek, ezt hívják másodlagos migrációnak, vagy egy tagállamba. Mit tudnak ők a görögök csinálni, hisz a helyi lakosoknak egy kicsit elegük van. Hát nem kicsit. Itt a szigeteknél volt nagyon komoly probléma, hiszen egyes kisebb szigeteken több migráns tartózkodott már, mint az ott lakó emberek. Másrészt ugye a görög szigetek azért alapvetően turizmusból élnek hosszú-hosszú évek óta, és hát ha ilyen nagy számban vannak a migránsok, akiket nagyon gyakran egyébként szállodákba helyeztek el, akkor ez nem nagyon valószínűsíti, hogy majd a turista idény beindultával majd milyen sok turista fog oda érkezni. Épp ezért nyugtalanság, idegesség, lakossági tiltakozás volt tapasztalható. Aztán a mostani görög kormány kezdett ott rendet csinálni, részben átszállít nagy számba migránsokat a kontinentális Görögországba, tehermentesíti a szigetek helyzetét, másrészt új típusú zárt táborokat is létesít a egyes helyszíneken, és ez úgy tűnik, hogy talán átmenetileg, ha nem érkezik jelentős nagy számba utánpótlás Törökország felől, akkor talán az ott a helyzetet stabilizálni tudta. De régi problémás helyeken, például Szíriába,
nagyon sokan már kezdenek visszatérni a hazájukba. Vajon ezek a menekültek, ezek nem pont Szíriába jöttek, mert egy időben minden menekült január 1-én született, és Szíriából, Damaszkuszból érkezett, habár a damaszkuszi kiejtés nem volt a szájában. Nézze, a helyzet úgy áll, hogy akik Szíriából a harcok elől Törökországba menekültek, ők valóban menekültek, őrájuk az ENSZ menekültügyi konvenció vonatkozik, átmeneti védelmet kell, hogy kapjanak az első biztonságos országba, ez Törökország egyébként, és majd a menekülésre okot adó körülmény, esetünkben ez a háborús konfliktus, befejeződése után vissza kell, hogy térjenek a hazájukba. Ez következik a menekültügyi konvencióból. Ehelyett sokan berendezkedtek Törökországba állandó jelleggel, ingatlanokat vásároltak, vállalkozásokat indítottak, munkahelyeket fogadtak el, vagy, és elég nagy számban, mint látjuk, útba indulnak Nyugat-Európába újabb menekült státuszt igényelve. Na most ugye eleve kizárható, hogyha mondjuk valaki egy biztonságos ország, mondjuk Törökországban menekült státuszt kapott, akkor milyen jogalapon nyújtja ezt ugyanezt be Görögországba is, ha csak nem üldözik Törökországba. De aztán Görögországban is megkapta a menekült státuszt, azt mégis tovább indult, tehát ezek a tipikus esetei a menekült státusz jogi lehetőségével való visszaélésnek. Aztán vannak változások azért Európában, talán legmarkánsabban ez Dániában érhető tetten. Ahol elég volt. Ahol azt mondták, hogy akkor további befogadásnak az ideális száma a nulla, és felülvizsgálják az ott tartózkodókat, akik nem dolgoznak, vagy akik nem tanultak meg dánul, stb. Azoknál úgy gondolják, és most ki is nyilvánították, hogy Damaszkusz most már biztonságos hely, szépen vissza akarják küldeni azokat, akik ott vannak Dániában. Nyilván ennek nem az az oka, mert hogy ilyet álmodtak előző éjszaka, hanem nyilván ennek megvan a nagyon nyomatékos közbiztonsági, közegészségügyi, gazdasági oka. Még ezer kérdésem lenne, de a beszélgetésre szánt időnk lejárt. Nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk, és mielőbb visszavárjuk. A pontos idő 8 óra következik, egy zsidó szemüvegen keresztül készült híradó. Ha valakinek építő jellegű véleménye van, nyugodtan írja meg. Ha egyszerűen csak kekeckedni akar, akkor írjon a fiókjának, de ha tényleg építő jellegű, akkor ragadjon tasztatúrát, írjon nekünk, hívjon minket, csak könyörgöm, nem éjfél után, mert én is szeretnék aludni. Tehát fogadják szeretettel az általam vélt korrekt híradót, és a híradó után jövünk vissza. Tartsanak velünk!